Hello, csak én vagyok megint. Látom, látom. Tanár úrhoz? Igen. Nem unja még? Na menjen, menjen! Köszönöm, igazán kedves. Jó napot, tanár úr! Hogy van? Ezt most csak úgy amerikaiul kérdezi, vagy tényleg érdekli? Nem értem. Na mindegy, persze, hogy nem érti. Egyébként jó vagyok, köszönöm. El se tudja képzelni, hogy mennyire nem bírom állnak a víznek a büdös szagát. De az orvosom azt mondta, olyankorú lehet, mint maga, hogy jót tesz nekem, higgyek neki. Ő is hitt nekem az iskolapadban. Na tess! És ha én is felültettem őt, és nem is úgy zajlott le a történelem? Hát, ha megengedi, erre most inkább nem mondanék semmit. Nem is kell. Na, mondja, mit akar? Nem kétlem, hogy már így elsőre butaságnak tűnhet a kérdés, de muszáj feltennem. Lehetséges az, tanár úr, hogy itt Egerben egy német császár van eltemetve valahol? Most maga szórakozik vele? Német császár. Honnan veszi ilyet egetverő madarságot? Tudja annak, mekkora síremléket állítottak volna? Az árnyéka betakarna az egész dobóteret. Mondom, tisztában vagyok vele, hogy ez így nem állja meg a helyét. Hát nem bizony, fiam. Találjunk ki valami okosabbat. Esetleg valakinek a beceneve lehetett az, hogy német császár? Hát ez elég gyenge volt, fiam. Lehet, én nem tudom. Ilyen nevű embert nem ismer Eger történelme. Egyáltalán. Németek laktak valaha a nagy számban a városban? Na látja, ez már valamivel jobb. Persze ott laktak. Tudja mit, keresse meg a Rókus kápolnát. Ott mellette van egy régi elhanyagolt temető. Oda temetkeztek régen az itt élő németek. Hát, ha ott fekszik a maga koronás fője. Micsoda őrültség. Ó, hiszen ez nagyszerű. Megmondaná, hol találom ezt a kápolnát? Nincs messze a belvárostól. Kelet felé keresse. A Maklári útnál. Egy kis dombon van. Vadregényes hely, tetszeni fog magának. Nagyon köszönöm. Viszlát, és jobbulást. Aztán szóljon ám feltétlenül, hogyha megtalálta a német császárját. Szeretném magam feltárni a sírt. Viszlát!
Valóban romantikus hely, és egy kicsit sem baj, hogy nem éjszaka kerestem fel. Szegény kislányt igen korán eltemették. A vezeték neve pedig... Igen. Ez az.
Jöjjön, csak jöjjön. Haladta a nyomozással? Mondhatni. Tudnék mondani önnek egy nevet. Minden bizonnyal az egyik könyv szerzője. Rendben, betűzze, kérem, beírom ide a keresőbe. V. E. R. A. N. C. S. I. C. S. Magának ördöge van. Itt van, Verancsics. Egy 16. századi misekönyv fűződik a nevéhez. Nagy becsben tartott darab. De megígértem, hogy még a páncélszekrényt is kinyitatom magának. Hát várjon egy percet, mindjárt szólok a kolléganőnek. Ilonka, Verancsics, 16. századi préfációnál-e? Páncél GH 1628-as kódszám alatt. Most arra kellene, köszönöm. Egy perc, és Ilonka bekészíti önnek az olvasóba. És van a régi könyv. Kíváncsi vagyok, Gárdonyinak milyen szándéka volt vele. Ez itt egy kakukktojás, vagy esetleg egy rejtett üzenet? Köszönöm, hogy ilyen sokat segít. Ugyan kérem. Örülök, hogy részt vehetek a furcsa nyomozásaiban. Van még felkutatandó könyve? Igen, ha megengedi. Nem sokára visszatérek egy újabb szerző nevével. Jöjjön csak bátran. Örömmel megkerestetem a művet ezzel a masinával. Igazán nem nagy fáradtság.